Kormányválság, káosz, hirdették a brit napilapok címoldalai kedden. Theresa May három Brexit ügyi kulcsembere is úgy döntött, távozik a posztjáról. Először David Davis jelentette be, hogy lemond a Brexit minisztérium vezetéséről, majd helyettese Steve Baker távozott. Később a külügyminiszter is hasonló döntést hozott. Boris Johnson meg is kapta a magáét. A Daily Mirror öles betűkkel szégyentelennek titulálta. A hirtelen jött kabinet átalakulást követően Theresa May kedden már ülést is tartott a Downing Street 10-ben. Mivel kormányának sorsa továbbra is bizonytalan, sokan próbálják kideríteni, folytatódhat-e a lemondási hullám. Kérdéses volt például a nemzetközi kereskedelemért felelős államtitkár, vagy a szintén kemény vonalas Brexit párti környezetvédelmi miniszter sorsa is, de utóbbi cáfolta, hogy távozni készülne. Az Európai Uniót azonban látszólag hidegen hagyja a brit kormányválság. Egy uniós szóvivő szerint nekik tökéletesen mindegy, kivel tárgyalnak a már meghozott döntésekről, tehát a kilépésről. Annak 2019. március 29-éig megegyezéssel vagy anélkül, de mindenképpen meg kell történnie. Hajdú Nóra külpolitikai szakértő a vendégem, kezét csokolom, jó reggelt kívánok! Jöreget. Mi történik majd azon a napon, amikor Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót? Hogy kell azt elképzelni? Éjfélkor lejár egy határidő, és másnap, másképp süt a nap, másképp esik az eső, másképp fizetnek a boltban? Ugye ezt most még nem tudjuk, mert most a feltételrendszerről tárgyalnak éppen. Az a bizonyos 2019 márciusi időpont, az egy előre egyeztetett időpont. Egyébként abban is megállapodtak, hogy ezt még ki lehet húzni jó pár hónappal, tehát van egy türelmi ideje is mind a két fél részére. Ugyanakkor Nagy-Britanniában is többször elmondták, hogy minél hamarabb szeretnék ezt most már lezárni. Így van. Az látszódik szerintem, hogy amit a britek első alkalommal gondoltak, vagy ami a briteknél a kilépési érvekről szólt, hogy majd mi fogjuk meghatározni, hogy mit szeretnénk és mit nem az Európai Unióból, az azért nem működik így, és ez látszik abból is, hogy azért most már fejek is hullanak a brit kormányban. Ha picit visszamegyünk a történelembe és a Brexit szavazásnál, pontosan tudható volt az, hogy a szavazás másnapján gyakorlatilag lefagyott a Google, mert az emberek rákerestek arra a szóra, hogy Brexit nevezetes, hogy egy nappal korábban mire szavaztak egyáltalán, nagyon sokan voltak így. Tudták a britek, hogy mire szavaznak? Ma már tudjuk, hogy gyakorlatilag mindegy, hiszen ki fognak lépni. Ugyanakkor, ha, és ezt így szokták Magyarországon kérdezni, ha most vasárnap lennének a választások, megszavaznak? Ez egy nagy kérdés, igen. Szerintem inkább az a kérdés, hogy lehet egy olyan kampányt végigmenedzselni, ahol például a regnáló kormány, amit ugye akkor David Cameron vezetett, aki az eredmény hatására lemondott. Bele is bukott. Igen, mélységesen megosztott volt, tehát maga a kormány is megosztott volt abban a tekintetben, hogy a maradás vagy a lelépés mellett érveljenek. Szerintem az látszódik ebből egyébként, hogy nem lehet megúszni ilyen kérdéseket egy kampányban. Szerintem például a konzervatívok nagyon sok szempontból nem mentek bele abba, hogy valójában miért is hasznos a Brexit, vagy miért is hasznos az, hogy maradjanak, és szerintem ami még inkább kérdés, és ez talán válasz az ön kérdésére is, hogy az látszódott a Brexit eredményéből, hogy maga Nagy-Britannia nagyon mélyen megosztott ebben a kérdésben, szociológiai értelemben is, hiszen azt láttuk, hogy azok a régiók, azok a városok, amelyek a leginkább kozmopolitábbak, a leginkább a globális világban benne vannak, mint mondjuk például Anglia déli része, mint mondjuk egyébként maga London is, vagy éppen azok az országrészek, mint Skócia vagy Észak-Írország, amelynek fontos az, hogy az Európai Unió részei maradjanak, azok következetesen a maradás mellett voksoltak, viszont azok az országrészek, amelyek úgy érezték, hogy ők vesztesek, nem feltétlenül az Európai Unió miatt, hanem egyáltalán vesztesek, azok pedig ugye a Brexit mellett voksoltak. Ez egy jó kérdés egyébként, hogyha említette a társadalmi különbségeket, meg a földrajzi különbségeket, ugye általában mi Magyarországon mindig Angliáról beszélünk, igen, és Angliának hívjuk az egész szigetet, holott ezt úgy hívják, hogy Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország Egyesült Királysága, igen, ahol a skótok és az északírek teljesen mást gondolnak mondjuk erről, mint mondjuk az angolok, vagy mint mondjuk a walesiek. Ez például az Egyesült Királyságon belül okozhat-e törés vonalat, hiszen Skóciában például azt mondták, hogy mi pedig, akárhogy is szavaztok, szeretnénk maradni. Ez súlyos töréseket okozott egyébként a brit társadalmon belül is, és egyébként a brit hatalmi viszonyokon belül is, hiszen ugye ne felejtsük el azt sem, hogy a Brexit népszavazás előtt, nem olyan sokkal, éppen Skóciában volt népszavazás arról, hogy függetlenek legyenek-e vagy nem, és akkor egyébként ugye az volt a végeredmény, hogy a skótok bent maradtak az unióban, de sok szempontból ugye az is volt az érvanyag, ami miatt úgy döntöttek, hogy bent maradnak, hogy viszont
Nagy-Britannia részeként, ők az Európai Unió részei is lehetnek. Hiszi egyébként azt, hogyha ez a Brexit népszavazás és a felcserélődött volna a skót népszavazása, akkor lehet, hogy más eredmények születtek volna? Tehát ha a skótok tudják, hogy Nagy-Britannia kilép az Unióból, akkor lehet, hogy a függetlenségi szavazásnál másképp döntenek? Hát ugye ez mindig ez nagyon történelmietlen, hogyha az ember ezeket felteszi. Nem tudom, de az biztos, hogy nagyon sok olyan problémát gyártott magának egyébként szerintem a brit politikai elit, amit nem feltétlenül kellett volna meglépni. És szerintem, hogyha egy kicsit szélesebben nézzük a dolgot, akkor azt látjuk, hogy az a válság, amit gyakorlatilag 2 éve görget maga előtt a brit társadalom, és maga Theresa May is, hiszen ahhoz képest, hogy ugye 2016-ban miniszterelnök lett, és rá 1 évre volt egy voksolás, ami megerősíteni akarta az ő hatalmi helyzetét, ehhez képest ugye ő gyengült, és most már tényleg a nagyon mély válságba kezd belemenni az ő kormánya. Azt látjuk, hogy ez Európában nem egy egyedülálló jelenség, hiszen ugyanígy rendkívül sok szintet a hatalmi helyzetet valójában nagyon komolyan veszélyeztető helyzettel kell szembenézni magának Angela Merkelnek is Németországban. Látjuk, hogy Olaszországban milyen rendszer épül ki. Tehát azt látjuk, hogy Európa egésze és azok az országok, amelyek mondjuk a nyugati tömnek a befolyásos ország, azok mind-mind nagyon nehéz helyzetekkel kell, hogy szembenézzenek. Ugyanakkor az a bizonyos hétfő, hogyha már az aktuál politikára rátértünk, különösen nehéz volt például Theresa May miniszter elnöknek, hiszen 3 miniszter is lemondott. Például Boris Johnson volt londoni polgármester, aki a szószólója volt gyakorlatilag ennek az egésznek, a kilépéspártiaknak. Mit következik most a brit kormányban? Belebukhat ebbe a brit kormány, vagy egyszerűen most az történik, hogy bepótolták másokkal, és meg tovább minden? Én elég nehezen látom azt járható útnak, hogy Theresa May egy ilyen helyzetből végigcsinálja a teljes kormányzását, mert ugye azt látjuk, hogy ahhoz képest, mint amikor ő 2016-ban átvette a kormányrudat David Cameron-tól, ahhoz képest ugye tavaly volt egy voksolás Nagy-Britanniában, ahogy az előbb beszéltünk erről, aminek az lett volna a szerep, hogy megerősítse Theresa May-nek a pozícióját, ehhez képest ugye elvesztette az abszolút többségét a brit konzervat, elvesztették, és ugye most egy északír regionális pártnak a támogatására szorulnak. Ez rendkívül nehézé teszi az ő pozíciójukat, hiszen például akár a Brexit és egyéb uniós ügyekben ugye az északír regionális párt nem feltétlenül ugyanazt a pozíciót birtokolja, mint mondjuk amit a konzervatívok, és az is látszódik, hogy pörögnek ki ugye azok a kormányzati képviselők, akik Brexit pártiak voltak, úgy egyre nehezebben fogja megtalálni majd Theresa May azokat, akik továbbra is támogatják az ő álláspontját. Ráadásul az is látszódik, ez egyre egyértelmű, majd ugye az elején is beszéltünk a beszélgetésnek, hogy a Brexit nem feltétlenül úgy haladnak ezek a tárgyalások, mint ahogy egyébként a brit konzervatív pártnak a kemény vonalasai ezt remélték. És akkor itt az érdekes kérdés, hogy érdekli ez egyáltalán Európát? Igen, szerintem nagyon fontos. Egyrészt azért, mert ugye a Brexit volt az első olyan esemény mondjuk úgy az unió történetében, amikor egy ország, amely egyszer már csatlakozott az unióhoz, az kilépni készül, elhagyni készül az Európai Uniót. Tehát ebből a szempontból ez egy rendkívül aggodalomra okot adó folyamat volt hogy az Európai Unió. Hogy precedens lehet-e más országoknál? Így van, illetve sokaknak az volt a reménye, hogy az a pofon, amit az Európai Unió kapott lépéssel, ez majd mindenkit felébreszt, és végre teljes gőzre kapcsol az Európai Unió. Látjuk, hogy ez nem így történt, hiszen azóta újabb és újabb problémákkal kell szembenézni az Európai Uniónak. És a másik pedig azért is szerintem egy unikális jelentőségű dolog volt a Brexit, és aztán utána később látjuk, hogy már nem unikális, mert azt is mondhatnánk, hogy a Donald Trump által vitt politika az egyszer csak megjelent az óceán másik oldalán is, hiszen a Brexitet nagyon sokan azzal is azonosítják, hogy az a fajta politika az tulajdonképpen győzelmet aratott, amit Trump az óceán túloldalán vitt. Na most, ami biztos, hogy nagyon sok embert érdekel Magyarországon, hogy nagyon sokaknak van például olyan honfitárs hozzátartozója, barátja, rokona, szerette, aki kint dolgozik. Hát Lengyelországban meg még több van, tehát milliószámra dolgoznak a vízvezetékszerelők és csőszerelők, de nálunk is nagyon-nagyon sok magyar dolgozik ki. Az Európai Uniós állampolgároknak, köztük honfitársainknak változik valamiben az élete attól a pillanattól fogva, hogy Nagy-Britannia nem lesz az unió része? Persze, és ugye ráadásul most az ellentétek azok arról is szólnak, hogy a brit kormány által javasolt csomag, vagy javaslatcsomag, amit az Európai Unió elé akarnak vinni, abból az látszódik, hogy kereskedelempolitikai, vámpolitikai kérdésekben
szeretnének továbbra is minél több mindenben részt venni az Európai Unió életében. Ez mit jelent? Az, hogy ez a jól felfogott érdek, amit tárgyalások közben rádöbbentek, vagy pedig valamennyire megbánták azt, ami történt? Én inkább azt mondanám, hogy a valóság bekopogtatott a kapun, és látják, hogy mi az, ami működőképes lehet, és mi az, ami nem. Még egyébként erről a javaslatcsomagról sem tudjuk, hogy az Európai Unió el fogja elfogadni. És az is látszik, hogy viszont miközben ebben a kérdéskörben mondjuk szeretnének együttműködni, és az Európai Unió részesei maradni ilyen értelemben, addig mondjuk például az állampolgároknak, munkavállalóknak a szabad mozgását illetően, amit ugye ön is kérdez, abban viszont szeretnének korlátozásokat bevezetni. És ugye ez amennyiben nem egy járható. Megint útlevéllel fogunk utazni, majd megint út. Tehát, hogy az útlevél használata fennmarad, aki most átmegy a Nagy-Britannia határán, azt tudja, hogy a biometrikus be kell tolni oda, vagy ugyanúgy átnézik az iratainkat? Ugye ilyen szempontból Nagy-Britannia eddig sem volt az Európai Uniónak igen. a legszorosabb együttműködésének a része. Sőt, ugye az úgynevezett fonttal fizetnek például. Tehát az eurozónának sem tagja, illetve a Schengeni rendszernek sem tagja se Nagy-Britannia, se egyébként Írország, tehát a közös határőrizeti rendszernek eddig sem voltak tagjai, de az biztos, hogy ugye mindazok a tanulási munkahelyi kedvezmények, amelyek alapján ma például magyar állampolgárok is viszonylag kedvező feltételek között mehetnek, az valószínűleg nem fog így maradni a jövőben. Záró kérdésem, sok olyan kérdés merült fel, hogy vissza lehet-e ezt csinálni, biztos, hogy nincsen még egy utó népszavazás arról, hogy mégse Brexit vagy fél Brexit. Lehet-e bármiféle olyan forgatókönyv, hogy Nagy-Britannia valamilyen úton módon mégse hagyja el az Európai Uniót, vagy ez egy végleges döntés? Ugye erről született egy népszavazási döntés, ugye nem véletlen volt az sem, hogy egyébként Theresa May, amikor az első Brexit álláspontját közzétette a szavazást követően, akkor ugye akkor volt az az bizonyos elhíresült mondata, hogy Brexit means Brexit, azaz, hogy a Brexit az a Brexitet jelenti, tehát nem lehet másról tárgyalni. Ugye sokan mondták azt, aláírásgyűjtések indultak, ugye több százezeren aláírták azt, hogy mégis maradni kellene az Unióban. Egyelőre azt látjuk, hogy az a forgatókönyv megy előre, ezt kell valahogy kinkeservesen kitárgyalni, hogy hogyan hagyja el az Uniót Nagy-Britannia. A kinkeserv pedig az mindennapok része, jól látszik. Hajdú Nórának köszönöm szépen, hogy ma reggel vendégünk volt. Én köszönöm.